előveszel egy lemezt, vagy beszéljek, amelyik nem találsz egyet. Ebbe dugd be, léces, itt van középen egy ilyen izé, ott a te mikrofonod, azt én bekeverem. Melyiket szeretik? Kedves lányok, kedves sikit vagyok, még van 5 darab pontos labdám. Akinek kell, sikítson egyet. Felszakol a labdát, hányos trekkel? Kettesen indulom. Akkor 3 rés. '65-ben megnyertem a Kimi Tudunk Parodista a televízióban, ugye azóta indult az én pályám, úgy tudtam utánozzak a Kádát, marha nagy rockkoncertek, képzeljétek el, 70-es évek, kérdés élvtársak, kérdés barátaim, nem baj, hogy a fiataloknak hosszú a hajuk, csak mossák. A lemezeket úgy, ahogy stewardessektől, kamionosoktól tudod, becsempészték, de a zenekarokról úgy szereztünk információt, hogy behozták a külföldi szaklapokat, és egy ilyen állványról kifotóztuk. Készült egy dia, és NDK diavetítővel a falra, vagy vászorra kivetítettük, hogy lássák, hogy hogy néz ki a Bonnie M, az Apa. Be volt írva a buli, és akkor elmentem Újpestre, és óriási sikerem volt, tapsolt a közönség, és utána jött a szokásos Kádár végére, hogy kérdés, élvtárs, örjöngés, sikítását, mondom, jó vagyok, de ennyire nem mondom magamba, lejöttem, 3 perc múlva ajtók csapódtak, itt van Kádár elvtárs, és jött be személyesen a feleségével, a Marika nénivel, és azt mondta, gratulálok, de nem ismertem magamra, mondja. Erre megszólt a Marika néni. Pedig így beszélsz! Sok mindent mondtak, hogy a régi rendszerben ez voltam, az voltam, erre csak azt tudom mondani, hogy aki mondta. Napjaikban is élő televízió műsorok zsűrizik, de abban az időben állami ifjúsági díjat kapott a szocialista kormánytól. Lehet beszélni, hogy kinek mekkora kokárdája van, akkor mi a magyarországi ellenállás élharcosai voltunk. Vétolt, Laci, gyere már ide mellém. Cintula, gyere már ide te is. Ki a legnagyobb DJ a társaságban? Méretre a Cintula, méretre a Cintula. Ezt nem lehet eldönteni, mindenkinek megvan a maga közönsége, mindenkit szeretnek emberek. Cintulát meg engem a csajok. Hát ne nagy képüsködjék. Nézed azokat a rozoga lemezeket. Ezt a szart hogy adom el. És egyszer csak, hopp, eltalálták a tempót. Van benne valami melódia? Hát gondolom, arrébb rakom. A többi, ami ilyen szar volt, az ment a Magnós klubba. Cintula, ő műfaj alapító, de nem csak a diszkó műfajban, ő csinált az első Magnós klubot a Fehérvári úton. Egy lemezjátszó és 60 Magnó csatlakoztatás. 5, 4, 3, 2, 1, play. És akkor ezek a zenegyűjtők ilyen Tesla magnókon, meg kinek milyen volt, rögzítették a zenéket. Két zene létezik, a jó zene és a rossz zene. Ha te ki tud választani a jó zenét, akkor egész biztos, hogy jó a buli. Én 35 éve nem voltam beteg, mert olyan csúnya vagyok, hogy a macinosok udorodnak tőlem. Nem szemináriumot, nemináriumot csináltam Velencén, ahol dr. Veres Pál, ő sincs már az élők sorában, ő szexológus volt. És az nagyon fontos volt, mert egy nyári velencei táborban mindenki egyesült mindenkivel, tehát a Marx az forgott örömében a sírja, vagy világ proletári egyesültek.
leültem a rádió mellé, és képzeld el, és Radio Luxembourg, you station of the stars, this is a top 20! Ott már írtam fel a számokat, egyből. Hát ez kurva szar, mi az, hogy Mercy and Crystal. Igen, Freddy, mikor milyen jó volt? Ah, ez az. Gigi. Oh, Kings, you really got me. Első. Bimbi, gyere ide egy pillanatra. Jött egy, most kimondom, egy jó alakú, ilyen derekú, egy jól ápolt, gyönyörű bige, és a zenekarával, hiszem erotik együttes volt? Most ez van erotik. Gyarús név, ugye? De hát nem én találtam ki annak idején. De olyan kisugárzása volt, te, hogy visítottak. Van egy ilyen Tibi bácsi állatkertje, és akkor Republik bálnája, kerozin, kismalac, ezeket a nótákat, amik nagyon avantgárdok voltak a maga idejükben, és akkor az elvont korosztályt szórakoztatták, és ma a diszkóban nagyon-nagyon megélnek. Az Omega Petrolom lámpája, tehát az, ami még most mindenfajta közönségnél nagyon-nagyon ül. A mai diszkó trendbe tulajdonképpen nem szólítják meg a közönséget. Önmaguknak és a kollégáiknak játszanak, hogy bebizonyítsák, hogy ilyen Fine & Scratch program, így tudom a BPM-et áttenni, átúsztatni, leúsztatni, és ez túl sok energiájukat köti le ahhoz, hogy a közönséget is lereagálják. Azt mondtam a fiamnak, Dani, ha apádról azt mondják, hogy ciki, mondd meg, mert én ciki nem akarok lenni. Amikor megkaptam a köztársasági érdemre lovakeresztjét, az olyan nagyon jó állami ugye, elismerés. De utána megkaptam az életműdíjat, amit a szakma adott. De most amikor az embere két ilyen dolog megvan, akkor már olyan nagyon nagy vágya nincsen. Nagyon sok Cintula volt, nagyon sok Bétót volt, nagyon sok Dévényi volt, bennünket utánoztak. Ezt az egész szandot, a dumát hozzá, ezt mi találtok ki. És most az E-Foton voltam orfűn, minden este 10,000-en voltam a sátorban. És amikor vége volt a bulinak, kiabálták, Tibi bácsi, ne menj el! Ennél nagyobb öröm nincs az embernek, komolyan mondom. Én a lemezlovas.